Munkahelyi környezetben tapasztalt szakemberektől sajátíthatják el az ismereteket az elektronika és elektrotechnika ágazatban tanuló középiskolások. Ez a lényege a Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpontnak, melyet hivatalosan kedden mutattak be a sajtó képviselőinek. A Győri Szakképzési Centrum és két villanyszereléssel foglalkozó vállalat együttműködésében a képzés és az ipar szervesen összefonódik. A kezdetek óta az Engineer Instruments-ben úgy gondolkodok, mint ügyvezető, hogy saját magunknak a legjobb kiképezni a szakembereket. Ez amúgy nagyon jól mutatja, hogy ott a kollégáknak több mint 50%-a nálunk tanulta meg a szakmát. Ez rengeteg előnnyel jár, bár nagy küzdelemmel, hogy mire megtaláljuk a megfelelő embert és kioktatjuk. És ezt látva tartom én nagyon fontosnak, hogy mi képezzük a következő utánpótlást is. Kezdetek óta aktívak vagyunk a szakképzésbe, ez egy biztos alapot is ad a cégeinknek, valamint én úgy gondolom, hogy Győrnek is erre nagy szüksége van, a környező cégeknek, vállalatoknak, hogy olyan szakembereink legyenek, akikkel a jövőbe is képesek vagyunk versenyképesen helytállni. Ez az ország első olyan ágazati képző központja, ami non-profit gazdasági társaságként működik, és az adott település szakképzési centruma is tulajdonrészt vállal benne. Egyre több tanuló választja szerencsére a szakképzést, egyre több tanulónak kell képzőhelyet találni, és erre egy vadonatúj szervezeti formát jelent az ágazati képzőközpont létrehozása, aminek ez egy nagyon speciális esete, hiszen mi, mind a Győri Szakképzési Centrum is tulajdonrészt vállaltunk ebbe a non-profit gazdasági társaságban, tehát az Innovációs és Technológiai Miniszter engedélyével tudtunk 45%-os részesedéssel társulni a cégben, és így aztán nagyon sok diáknak tudunk az iskoláinkból, három iskola, aki elsősorban ebbe érintett, ugye a Pági, Szajedlik és a Kossuth iskola, ahol az elektronika ágazatban, informatika ágazatban és gépészet ágazatban tanuló diákoknak tudunk lehetőséget nyújtani arra, hogy magasabb tanulói juttatások mellett magas színvonalon tanulhassák meg a szakmájukat. Az új szervezet kidolgozásához a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara nyújtott szakmai segítséget. Pintér Péntek Imre úgy fogalmazott, nagy büszkeséggel tölti el a képzőközpont megalakulása duális képzőhelyként, ahol a tanulók a nagy jövővel kecsegtető villamosiparban részesülhetnek komplex oktatásban. Magyarország most jött arra a szintre, hogy ezeket a képzőközpontokat létrehozza. Nagy reményünk van, mert nincs más választásunk, valamit tenni kellett, és ebben a rohanó világban látszik, hogy egy cégméret is kell ahhoz, hogy ilyen képzőközpontot valaki tudjon üzemeltetni, vagy a képzést tudja üzemeltetni, és azok a cégek, ahova pár fő tanulóra van szükség, azok nem éri meg ilyet létrehozni, tehát egyértelműen ezt az élet hívta tetemre ezt a megoldást, és remélhetőleg, hogy ez a jövőben ugyanúgy, mint a nyugati világban, ez egy fontos sarokköve lesz a szakképzésnek. A képzőközpontba egyelőre a három partneriskolából kerülhetnek be a diákok, miután letették a képzésnek megfelelő ágazati alapvizsgát, ezt követően jelentkezhetnek ide, minden szakon 12 fővel indítanak csoportokat.